Levél a szlámiáris patária hithű művelőjének. Na ki vagyok én? Biztos hallottatok már rólam, fordítottam Maupassant meg Shakespeare-t. A középiskolátok szerint elég belőlem két vers meg fél óra. A papics elszerette a lenyasszonyom. Na ki vagyok én? Hát Szabó Lőrinc vagyok. Amennyiben nem ismertetek fel, nyugodtan rám keressetek. Megvárom. Én kaptam meg kérelmeteket, miszerint bebocsátást kértetek hozzánk a toronyba. Most állok itt a réten, körbenézek, de egy kibaszott tornyot nem látok, csak 200 darab egymásra szikszalagozott kecsua sátort. Mert ugyanolyanok vagyunk, Csibény. Mi is véresen komolyan vettük a diákévek végig kurvázását. Ugye ez szép dolog? Mert ugyanálunk az Ady Endre a föl-föl dobott kövével fizetett a bordélyban, és a kedvenc összetett szava az volt, hogy mélykorok. Ne higgyétek, hogy mi különbek vagyunk, vagy kevésbé vagányok, mi is a hadikban piáltunk, és hoztuk ugyanúgy szégyenbe az anyánkat. Azért nem tárgyalunk veletek, mert nem tűntök olyannak, akiknek az önpusztítás nem puszta szórakozás, hanem életforma. Nekünk is volt humorérzékünk, de a szóvic bűvölés még nem feltétlen treskedés. Nyugatmódosítókon élni nem szégyen, csak a költészethez épp kevés. Mégis mit szeretnétek úgy igazán? A felolvasó estek konganak, vagy nem események lettek. Ezt a kis nagyságot is elvennétek tőlünk, ami maradt? Már így sem tudja az ország nagy része, hogy Schöpflin alatár is a nyugat útjain halad. Most akkor pray for Schöpflin? Olvassatok Schöpflint mozgalom? Mindenhol várják meg Hunger Games, ki van ezen a faszom? Ti a semmiért rajongtok egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. A költő élete öngyilkosság, vagy majdnem az? Hát a szlemmel élete az milyen? Hakni, pénz, olcsóbor, haverok, szex, lazudás, néha egy-két last minute szöveg, hogy saját léhaságod megbocsás? Mit csináltok ti tulajdonképpen? Verserőszakolás, stand-upos, színpadi, pátoszos beszéd? Rappet olvastok, feldarabolva? Pontozzátok a művészetet? Most őszintén, az egy álmaira hányan adnátok hetesnél jobbat közületek? De a himnusz, az már megír egy nyolcas, nem? Na most ott a punchline. Lefogadnám, hogy a régiek közül a József Attila lenne egyedül élmezőnyben, de csak azért, mert szegény kicsi pontjait feltolná, hogy borderline-os. Habár talán lenyomná őt a Radnóti. Azért a jóképű, zsidó, holokauszt sérült kombó. Ugye? Búcsúzó annyira simán jöttek haverkodni, az első kurunikumot ti álljátok. Tisztelettel Szabó Lőrinc, diplomás Juan C. szelídítő, és lett egy dobár. Rush off a tour, but can't tell you where I've been.